A videó támogatója a netrisk.hu, Magyarország piacvezető biztosítási portálja. Sziasztok! A mai videóban az autóvásárlással kapcsolatos kérdésekkel fogok foglalkozni. Mit érdemes megkérdezni, minek van jelentősége, minek nincs. Ezek a kérdések nap mint nap elhangzanak, és majd látni fogjátok, hogyha jobban belegondoltok, egy részünknek semmi értelme. Az elhangzó példák nem a vevő lehűjézésére vannak, hanem, hogy rámutassanak egy-két helyzet kérdés abszurditására. Először is a kapcsolatfelvétel. Napszaknak megfelelő közténés, bemutatkozás, ez azért az embereknek általában szokott menni, de mikor érdemes telefonálni, és mikor, vagy mikor illik, mikor kell. Ugye a van egy nyitvatartás idő, azt nem baj, hogyha megnézed a hirdetésben, hogy mikor van. Magánszemély esetében pedig reggel 8 és este 8 között illik telefonálni, bár én este 7 után már sehol nem telefonálok oda, mert mindenhol folyik az esti rutin, a gyerekek fürdetése, a vacsorára való fölkészülés, lefekvés, stb. stb. Na mindenki nyugalomba akar lenni, nem, én nem baszakatok senkit olyankor. Engem is egész elképesztő időpontokban néha felhívnak. Ez egyik szerdai este fél 11-kor, kor csörög a telefon. Azért vettem fel, mert kíváncsi voltam, hogy ki az, aki fél 11-kor oda mert telefonálni egy idegen helyre egy egészen normális hangolt, és mondta, hogy hát az öcsének a főnöke eladta az insigniáját, és két hét után a vevő fölhívta, hogy és a kocsi, mit csináljon. Itt azért picit felment bennem a pumpa, mert egyrészt ugye a rövid az, válasz az, hogy igazából leszarom, mert semmi közöm hozzá, mit csináljak. Nem ismerem az autót, a vevőt, az öcsédet, téged, az öcséd főnökét és az autót. Hogy jövök én a képbe? Az az egyik. A másik az az, hogy pont ezen a hoknál fogva nem tudok semmilyen válaszsal szolgálni, nem tudom mi volt az elképzelés, milyen válaszra számítottál. 7 óra 15, vasárnap reggel, telefonra kelek. Hát találtam egy kiaszídett 2013-as, nagyon jó kilométerrel, 4500 euró, és, és akkor mennyire a regadója? Nézek én zombi fejjel, mi van? Az úgy azonnal levágtam, hogy ez egy kamu hirdetés, nyilvánvalóan, és azt sikerült megtalálni. Ha beírod a Google-ba, hogy regadó kalkulátor, és föl fog jönni öt, és kiszámolhat. Nem mondom, ember, 7 óra 15 van vasárnap reggel, Ja, én fúrótornyon dolgozom, én muffin vagyok. Hát akkor más se úgy Tehát ilyeneket ne csináljál. E-mailes megkeresés. Nagyon sok ember e-mailt ír, hogy a, fölteszi a kérdését az autóval kapcsolatban. Miért nem jó ez az eladói oldalon? Neked se, de az el eladói oldalon meg extra ter te azért írtál e-mailt, mert munkaidőben vagy, nem akarsz dolgozni, vagy épp nincs munkád, vagy unatkozol, vagy egyébként is autót kéne venni, hát munkaidőben ezt egyszerűbb megtenni. <kül> És ha felemeled a telefon, akkor a kollégáid hallják, hogy te éppen autót veszel, nem dolgozol, ha ütöd az enter akkor meg azt hiszik, hogy dolgozol. A másik oldalról ez úgy néz ki, hogy németországi autóhirdetéseben nagyon sok helyre oda is van írva, hogy e-mailes megkeresésre nem válaszolunk. Ez azért van, mert én válaszolok neked, te rohadtul rájössz munkaidőbe vagy, válaszolok neked, fölteszed a kérdéseid. Nagyon sok ember kérdezi, hogy milyen gumi van rajta, hanyas évjáratú, milyen dot száma van a guminak. Ezeket nem tudja az ember fejbe, oda kell menni a kocsihoz. Oda megyek, megnézem. Visszajövök, leírem a választ megint fölteszel egy csomó kérdést, megint oda kell menjek a kocsihoz, megint vissza kell éljek, és ezzel akár egy órát is el lehet tökölni, viszont az e-mailes megkeresésekből soha nem lesz autóvásárlás, nagyon-nagyon ritka az, amikor ez az ember eljön és tényleg megveszi az autót, mert ő unatkozik és ráér és levelezget. Azt szoktam mindig az ilyenre válaszolni, hogy Hívjon föl munkaidőben a hirdetésben lévő telefonszámokon, oda megyek az autóz és meg tudom nézni. Mert akkor két perc alatt felteszed a kérdéseidet, sokkal hatékonyabbak, gyorsabbak vagyunk, és az én időmet se rabolod feleslegesen, mert oda menni, lehajolok, megnézem a gumit, nyári gumit, téli gumit, milyen profilmélység van rajta, milyen dot száma van, stb. stb. Körbe tudom menni, meg tudom nézni egy bármi kavics és mi van az autón, rosda, stb. Alá tudok hajolni, van-e rosda, ilyenek, és meg is teszem, mert hát miért ne tenném, meg el akarom adni az autót. Kiemeltem fontos az emberek számára a következő kérdés, hanyadik tulajdonos? Hát, nagyon-nagyon fontos dolog. Mikor visszakérdezek, hogy és van-e bármi jelentősége, akkor az esetek nagyon nagy többségében nem jön rá válasz, mert rájön az ember is, hogy hát igazából nem volt releváns a kérdés. Láttam 50 ezer kilométeres, négy éves autót, egy tulajost, ami úgy volt lerúgva, hogy valami döbbenet, mert egy kőbányában jártak vele, szét voltak verve a küszöbök, az, ajtó, az autónak az alja, a két gumi gumiharan ki volt szakadva 50 ezernél, de az én S2000-esemnek például én vagyok a hetedik tulajdonosa, ne tud meg az érzést, egy ilyen feszesre szorult ánuszra ülök bele, hogy most mi lesz, mert én vagyok a hetedik tulajdonos. Mi lenne? Hát semmi. Beleülök, le van szervizelve, megvettem a kocsit, leszervizeltem, járok vele, forgatom. 9000 et forog, se baja. Hibátlan. Mindig az autó állapota a lényeg. A másik dolog, hogy leszokták az emberek kérdezni a járműszolgáltatási platformon, hogy hanyadik tulajdonos van. Az az adat, amit ott találtok, ha van egy a tulajdonos váltás benne, akkor már nem fog stimmelni. Legutóbb árultunk megbízásra egy 530-as BMW-t, és első tulajdonos, ő vette a boltba. Megkérdeztem, mondta, hogy ő vette. Beírtuk a hirdetésbe, fölhív felháborodva egy ügyfél, hogy mi azt írtuk, hogy első tulajdonos, de hogy ez igazából már ötödik tulajdonosnál van. És nem mondom neki, hogy hát én úgy tudom, hogy az első, hát beszéltem a tulajdonossal, megkérdeztem, ő mondta, hogy ő vette a boltba. Felhívtam a tulajdonost, mondta, hogy hát ő vette a boltba tényleg, és még rajta kívül senki más nem vezette ezt a kocsit, csak megvette a cégére, leasingelte. Akkor ott van egy leasing cég, utána a leasing cégből megvette a saját cégére, mert a saját cégétől megvette a magánszemélyként, és most az ő nevén van. Ugye ez papírforma szerint három, de hogy lesz ebből öt? Úgy, hogy amikor a leasing cég leadja az adásvételiét az okmányirodának, illetve a vevő cég leadja az adásvételiét, amikor átiratja, akkor ezt ez a járműszolgáltatási platform, ez kettő darab tulajdonosnak veszi, és ugye mivel a három adásvétel során kezd, keletkezett két ö, további ö, leadás, ezért így lesz belőle öt. Úgyhogy azt az adatot nyugodtan el lehet osztani kevesebbel. Ki volt a tulajdonos? Hát ez a másik teljesen felesleges kérdés, mert igazából nem tudsz meg belőle semmit. Én ilyenkor felszoktam olvasni a forgalomból, a forgamiban lévő szám, nevet, Szabó Kálmán. Na, most tudod, ki volt a tulajdonos? És? Amikor ezt a kérdést fölteszed, akkor a rafkósabb netter azonnal kapcsol, és elhangzik a svájci katolikus nyugdíjas fogorvos pap, és ezek végtelen permutációja, és akkor te már örülsz, hogy fú, micsoda kincset vásárolsz. Hát persze nyilván nem igaz, de hát hazugságot keresed, megkapod. Mire használta az autót? Halakat tartott benne vaze. <laughs> mire lehet használni egy kocsit könyörgöm? Ugye itt is ez egy olyan kérdés, amire nem lehet jól válaszolni, mert általában a sértődés a vége azt vettem észre. Ha elmondom, hogy hát mire használ, ez egy autó, hát autózott vele. Mire lehet használni? Beült, elment dolgozni, oviba elvitte a gyerekeket külön órára, iskolába, hazajött, elment vele nyaralni. És akkor hallom a vonal másik végén, hogy hogy meg van sértődve, hogy miért vagyok ilyen flegma. Nem flegma vagyok, hanem te is erre fogod használni. Mennyire valós a kilométer? Gondolj bele! Erre a kérdésre egyetlen egy válasz van, az, hogy valós. Ha az eladó csalási szándékkal megtekerte a kilométer óra állást, vagy a kilométerórát, akkor azt fogja mondani, hogy valós a kilométer, hiszen be akar csapni. Ha az eladó nem tekerte meg, akkor is azt fogja mondani, hogy valós a kilométer, mert hát valós. Hát ő nem, nem nyúlt hozzá meg, hát tényleg ennyi benne a méter. Ráadásul ebben az esetben még az eladót meg is érte a kérdéssel. Legutoljára egy 2018-as 35 kilométert futott Honda Jazznél tették föl nekem ezt a kérdést, hogy mennyire valós a kilométer. Én ilyenkor mindig azt szoktam válaszolni, hogy 4 millió 200 kilométer van benne, de most a kérdés súly alatt megrogytam és bevallom, hogy kitekertem 35 ezerre. Ilyenkor általában elneveti magát a kérdező. Mennyi műszaki van rajta? Van jó néhány ember, aki ettől teszi függővé a vásárlását. Manapság tudjuk, hogy mennyi relevanciája van egy friss műszakinak, de teljesen mindegy, 20 ezer forinté van rajta új. Nálam is van olyan eset, hogy nem nézem meg a műszaki amikor megveszem az autót, mert nem érdekel. Mert tudom, hogy majd le, maximum levizsgáztatom 20 ezerért. Ennek a kérdésnek egyetlen egy esetben van relevanciája, amikor egy olyan életciklusának a legvégén járó autóról beszélgetünk, ami tényleg néhány forintba kerül, és tudjuk jó, hogy arra akarjuk, hogy most még pizza futárkodunk, vagy étel futárkodunk vele, addig, amíg van a műszaki, utána eldöljük a kukába, mert látjuk az autón, hogy ez már nem fogja megérni a következő műszakit, vagy kümbös brigád bele fog ülni, és ők fognak vele hasítani. Elhozzák a -e címre az autót, tudunk-e félúton találkozni? Ha ez a kérdés megfordul a fejedben, akkor nem, hogy félúton nem szeretnék veled találkozni, hanem sehol sem. Mert belegondolsz, te se viszed el másnak az autót. Téged fölhívnának, hogy budapesti vagy, és szegedi a, másik, a vevő, akkor te levinnéd Szegedre mondjuk? Nyilván nem, félútra elvinnéd, nyilván nem. Honnan származik az autó? Ha meghallja, hogy külföldről van a kocsi, már esik ki a kezéből a telefon, hogy úristen, úristen, csak a szent magyarországi autó a jó, minden más fos. Az egyik ilyen érdeklődőnél egy eskroszt árultunk, még gyorsan utána szól, szólt, hogy ne haragudjon rá egy pillanat, egy pillanat, és akkor mi nem tettél a kérdés, a telefont is mondom, e, miért kérdezte ezt, Na, mi a, a rossz egy német autóban egy magyarral szemben. Hát, hogy az ő sógora kinnél Németországban, Münchenben, és mondta neki, hogy az ottani utakat annyira sózzák, hogy minden autó szét van rohadva. És mondom neki, az a sógora, az kocsikkal foglalkozik, hogy ennyire képben van? Nem, nem, nem. És hogyha a sógora hall egy hülye sztereotípiát valakitől, lehet, hogy egy másik magyartól, nem is a németektől, és azt továbbadja, akkor ön egy rossz sztereotípia kapcsán hozza meg a döntését? És akkor, ö, igen. Mert a németben és sógóra azt tudja. Na jó, felbaszantottam magam, visszaértem a telepre, körbeértem az autót, gyári fény volt rajta, alánéztem, patika volt, a futóművőn se volt, aki ilyen kavics felverődésből adódó, tényleg egy-két barnaság volt, de egyébként új volt az, ajtó alja, az autó alja. Fölhívtam az ügyfelet, hogy hát megnéztem a kocsit, gyári fény van rajta, és makulátlan az alja. Ennyit a sztereotípiákról. Mennyi az alja? 15 centi a Mennyi a vége? 180-at biztos megy. Nyilván értem a kérdést, hogy mire vonatkozik, vagy mire irányul, de árajánlatokat csak személyes megtekintés után az autó mellett fogadunk el. Miért van ez? Semmi értelme az egésznek. Ha hirdetek mondjuk 2 millió 100 ezer forint egy autót, és azt mondom, hogy 2 millió forintért vagy 2 millió 50 ezer forintért elvihető az autó, ide jön az ügyfél, és onnantól kezdve úgy veszi, hogy az elhangzott 2 millió forint az az alkoholap, és onnan megyünk majd lefelé. Nyilván, amikor mondom, hogy én megkérdezted, mennyi a vége, elmondtam, azt ő meg se hallja. Tehát a 2 millióról indulunk, semmi értem az egésznek, sosincs belőle vétel olyankor már de nem is kell, ez nagyon régen beleszaladtam még én is ezekbe a hibákba, most már ilyet nem, nem csinálok. Sok esetben előfordul, SMS-ben jön az ajánlat, ugye még volt ez a rossz emlékű a, a, a autó, hát ők rendszeresen csinálták, hogy kifizetik az autót, aztán persze nem, és most a nagybátyámnak volt egy BMW 730 XD-je, hát van az a társadalmi réteg, aki ilyenkor azonnal ugrik, mint egy a takonyra. és <coughs> jöttek, két nap alatt jött három SMS, hogy öt fél KP most indulunk. Maradj nyugodtan, ne kapkodj, ne kapkodj, maradj nyugodtan, megmarad a benzin Ezeknek az elriasztására a második napon írtam egy levél részletet a hirdetésben, felolvasom. Megkérném a tisztelt vevőjelölteket, hogy az autó megtekintése nélkül ne küldjenek SMS-ben ajánlatokat. Két nap alatt 5,5 ,5 kp és indulunk ajánlatot kaptunk, de ez nem az a hely és nem az az autó. Vételi ajánlatot kizárólag csak az autó személyes megtekintése után fogadunk el, bohócoknak, alkubajnokoknak, a társadalom intellektuális perifériájára, perifériájára szorultaknak, az edukáció során komoly hátrányt felhamozóknak és a kommunikációs képességek jelentős beszűkültségével rendelkezőknek nem eladó az autó. Ha nem értetted az utolsó mondatot, akkor rólad van szó. Megmutattam a családnak, zajos siker volt. <tosz> <tosz> Sikerült is ezzel elérnem, hogy aki nem értett az utolsó mondatot, az nem is jött el. Több esetben előfordult ez, hogy most volt itt egy fiatal ember a múlt héten, megnézett egy autót, 6,2 millió forintért árultuk, 21 ezer kilométer van benne, és megnézegeti az autót, hát ez gyönyörű, mennyi a -e kilométer, na ott ültél benne, nem láttad, na, 21. Hát ez olyan, mint az új, hát ez nagyon szép. Ő 4,5 millió forintért keres ilyen autókat, és hogy mehetünk vele egy próbakört. Minek? Minek? Hát, hogy ő, ő adna egy, 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 jó ér, adna többet. Mondom, és 1,7 millió forinttal? Hát, hát nem, hát nem. No, akkor minek menjünk vezetgetni? El is értünk a próbakör témájához. Sok ember, gyerünk akkor próbakörre. Sok helyről hallom azt a panaszt, hogy hát a kereskedők nem hajlandók elmenni próbakörre addig, amíg meg nem egyeztünk az árba. Hogyan egyezzek meg az árba, amikor még ki sem próbáltam, nem is tudom, hogy milyen az autó. Mi sem megyünk el próbakörre, pont azért, mert az irreális ajánlatokat szeretnénk megbuszni, hogyha előtte meg tudunk állapodni összegben, és bármi van az autóval kapcsolatban a próbakör során, akkor azt minden helyzetben még át lehet beszélni. Nyilván az eladótól függ. Mi általában akkor azt szoktuk csinálni, hogy megjavítjuk azokat a dolgokat, amik nem működnek, vagy úgy érzi a, a vevő, hogy mondjuk kopog valami, akkor megnézzük a futóművet, vagy valamit. Általában nem szokott ilyen probléma lenni, de pontosan az ilyen rettenetes alkukat szeretnénk megakadályozni, hogy visszajövünk a próbakörről, és akkor a 3 millió 8-as autóra benyögi az ügyfél a 3 millió forintot. Nyilván nem fogom odaadni, ad mert vennék én olyan autót 3 millió forintért, és kereshetnék egy 8 kilót, de nem tudok. És nem régiben volt egy Teslánk, amit megbízással árultunk egy ügyfélnek, 11 millió forintért kezdtük el árulni az autót, aztán is szép lassan vittük lefelé az árát, volt mert 10 millió forint, után mondta az ügyfő, hogy mindegy, vigyük le 9 és félre, tehát másfél millió forinttal kevesebbre, csak menjen el az autó gyorsan. Fölhív egy fiatalember, számoljon be az i3-as BMW-jét, az i3-as bmw t egy ilyen piaci ár plusz 1 millió forintért próbálta beszámítatni. Mondtam, hogy ez nem fog menni, mert kereskedő vagyok, nem gyűjtő, és hasznot akarok keresni, vagy csinálni a beszámított autón, úgyhogy ez a beszámítás dolog nem fog működni. Jó, 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 akkor KP mennyi az ára? Mondom, gondolod, láttad, hogy 11 millió forint volt az autó, hát igen, igen, látta, hogy ő nézi már régen ezt a kocsit, hogy megy le az ára, és most 9 és fél, mondom, akkor ebből ki tudod találni, hogy itt már nagyon nagy lehetőségeink nincsenek, itt nem lesz már sok ezer forintos alku. 8 millió? Rendszeresen előfordul az, hogy úgy veszek autót magánszemétől, hogy ő is elkezdi hirdetni az autóját, sok esetben meg is találom a hirdetést az interneten, és egyszerűen elfárad, belefárad ezekbe az emberekbe, az, az időpazarlásba tényleg van olyan ember, aki két-három órát képes egy magányszemélynél eltölteni, a kereskedő nyilván próbálja katalizálni a folyamatot, hogy haladjunk, ne csak a fingot reszeljük és beszélgessünk, mert az idő pénz mindenkinek de magánszemélyek elhozzák az hozzám az autójukat, mert elegük van ebből. Tehát mikor már három ilyen tesztpilóta megjelenik, és akkor a próbaút végén benyögi, hogy hát ha lenne pénzem, akkor tuti megvenném, akkor azért kinyílik minden ember kezébe a bicska. Autóbeszámítás csere. Tisztában kell lenni egy dologgal. Az autókereskedő az abból él, hogy hasznot termel, Olcsóbban veszi az autót, vagy számítja, mint amennyire el tudja adni. Ebből él kereskedő. Olcsóbban vesz, mint amennyire elad. Én is ezt csinálom. Van egy kereskedősnek egy hétszámjegyű rezsije. Az enyém kettessel kezdődik. Ha valaki nagyobb, simán kezdődhet hármassal is, meg négyessel is, meg ötössel is. mérettől függően. Ezt az összeget először ki kell termelni, mert ezt az összeget először így kifizeted, elsején odod a fizetéseket, járulékot, és a többi, és a többi, és a többi béleti díjat, majd elkezdesz pénzt keresni, és majd egyszer a hónap második felében elkezdesz pénzt keresni hasznot. Addig meg a lukat De ez minden vállalkozásnál így van, ezt föl kell fogni. Nagyon sok ö, esetben van az, hogy hakniznak az emberek az autókkal, és azt már leveszem, hogy ő megnézi az autót, nem mondja el előre, hogy ő cserét szeretne, hanem majd csak a helyszínen, és akkor vannak olyan típusok, amiket nagyon nehéz eladni, mint a Prince motoros eh, turbós minik, az 1.6 eh, THP motoros Peugeot Citroën, mert ezekre mindenki tudja, meg a Novotiv is ezerszer megénekelt, egy mekkora egy vödörszar. Utána már jó, ha novotív megcsinálta, de előtte azért gyári állapotában nem annyira jók ezek a motorok, meg a 30 es intervallummal, meg az 5 literes V10-es Volkswagen motor, ami marha látványos, hogy úristen, mennyi lóerő, mennyi nyomatét, de hát egy vödör csavar a kocsi, és egy guruló probléma kupac. És ugye akkor néznek az emberek, és próbálják beszámítani, hogy végre valaki számolja be bármennyire az autójukat, hogy ez általában nem szokott sikerre vezetni, hanem csak a kirándulások vannak meg. Mennyi garancia van az autón? Hát, ha a gyári garancia tart még, akkor van. Ha nincs, akkor sem ennyi. Az szó, amit keresel, az a szavatosság. A szavatosság az egy év kereskedés esetében és magánszemély esetében is nagyon fontos. Te, ha eladod az autót magánszemélyként, neked is egy év szavatosságot kell vállalod. A különbség az az, a bizonyítás. Ha magánszemélyként vagy, el, vagy eladó, akkor a bizonyítás kényszere, miszerint a rejtett hiba fennállt a vásárlás pillanatában, az az első pillanattól kezdve a vevőt terheli, kereskedés esetében pedig a kereskedőnek kell bizonyítani a fél évig, hogy a rejtett hiba a vásárlás pillanatában nem állt fent. Fél év után a bizonyítás kényszere megfordult, tehát az úgy néz ki, hogy fél év plusz egy másodpercnél te neked kell bizonyítania. Bizonyítanod. A szavatosság mire vonatkozik? Ugye, mint említettem, a rejtett hibára. A rejtett hiba az, ami egyszerű szemre vételezéssel, kipróbálással a vásárlás pillanatában nem ellenőrizhető. Az eladó azt szavatolja, hogy az az autó az olyan, mint egy ilyen típusú, x kilométert futott, x éves autó. Tehát ha beszélgetünk egy Honda Accordról, ami 12 éves és van benne 250 ezer kilométer, akkor azt szavatolja, hogy az autó olyan, mint egy, 12 éves 250 ezer futott Honda Accord. Ha van egy automataváltó az autóban, és mondjuk van 250 ezer kilométer abban a kocsiban, és az automata váltóban a váltó lehet a megkotlik, az nem szavatossági kérdés, mert 250.000 km-nél gyakorlatilag bármi elromolhat egy ilyen váltóba, széthullhat a váltó, az autóban a két rendszám közti részt tud elromlani. Ami nincs benne, az nem. Tök mindegy, hogy milyen kocsiról beszélünk, és amikor te vásárolsz egy használt autót, akkor felvásá, akkor azt a, a, kötelezettséget is megvásároltad vele, hogy neked ezt az autót karban kell tartani. Nyilván itt azért rezeg a léc, meg ez, ez már ott ügyvéd kérdése lesz majd, hogy, hogy mennyire volt elhanyagolva a kereskedőtől, vettet, stb. tehát itt azért rezeg a léc, de általában az van, például egy 3000 300 km-t futott autónál, ott mi romolhat el? Bármi. Amikor beülsz az autóba, megvásárolod az autót, akkor az a te jól felfogott érdekel, hogy az autót nézd át. Ki lehet próbálni, ott van az összes gomb, nyomd meg. Tehát ha nem működik egy elektromos ablak a vásárlás pillanatában, de ezt csak kettő nap múlva érezted észre, akkor azért nem reklamálhatsz, mert ott ültél az autóban. Az a vevő számára felróható magatartás, miért nem nézted meg? Ha nem megy a klíma a vásárlás pillanatában, másnap reggel nem reklamálhatsz érte, mert ott ültél benne. Miért nem próbáltad ki? Van egy videóm erről, hogy miért nincs garancia a használt autóra, <kül> majd belinkelem ide a videó leírásába és meg tudod nézni, ez egy bő egy órás videó, az azért sokkal részletesebben ö, ezt a témát, de érdemes rendesen, normálisan észre eljárni a vásárlás pillanatában. Nézd meg azt, amit venni akarsz. Sokan próbálkoz, nem sokan, előfordul az, hogy valaki tudja, hogy rossz az autója, és ezen a problémán úgy akar átlibbenni, hogy beszámítatja az autóját, hátra nem veszi észre a kereskedő. Ezzel az a probléma, hogy a kereskedő, mivel neked szab, te tudsz arról a, rejtett hibáról, hogy a te kocsid rossz, a kereskedő simán visszamehet, és neked helyet kell állni. Tehát a kereskedők közül sem mindenki tudja ezt, de ez így van. Neked is szavatosságot kell vállalni, és ez nem megoldás. Én is jártam már így, hogy megvettem egy autót, tök szép volt a kocsi, csak ette az olajat, eladtam az autót, és a bejövő adásvételén és a kimenő adásvételén egy kilométer volt a különbség, mert olyan állapotban volt az autó, hogy el kellett menni lefényképezni, lemosni, és kész volt a kocsi. És hát egy hónap múlva visszahívott a vevő, írt egy e-mailt, hogy fékezésnél kigyulladt az olajlámpa, megnézte, és nem ért bele a pálcába, a pálca az olajba. Fölhívtam, a, megkerestem e én is a, a, az eladót, és mondta, hogy hát, hát nem, nem ette az olajat. De dehogy nem ette. Ette, csak megpróbálta átverni. Aztán sikerült végül egy kompromisszumos megoldást találni, ami mindenkinek jó volt. De ez tipikusan az volt, amikor az eladó tudta, hogy az ő autója zabálja az olajat, és úgy gondolta, hogy ez majd így le lesz rendezve, és neki nem kell pénzt költeni az autójára. Ritkán, de előfordul egy olyan eset, amikor elzavarják a vevőt az autótól. Ilyen velem úgy akkor történt, mikor árultam a feleségemnek az autóját, ez egy Honda Civic Tourer volt, hát nem más, mint egy Honda nálunk, és kettő éve vásároltam az autót, 50 ezeret mentem vele, vagy ment vele a család, tehát tudtunk róla nagyjából úgy mindent, hogy van-e problémája az autónak, vagy nincs. Egy hölgy pont akkor írt e-mailt, amikor én ezt az autót el akartam adni, és mondta, hogy, hogy ilyen autót keres, szuper, pont van egy eladó, tök jó az autó. Volt uh, egy kis sérülés az autónak, Meghúzták a feleségem egyszer. De igazá igazából többször, de, de ez forgalomban van, volt. Hogy fog örülni nekem mondatnak az asszony. Uh, azért sem vágjuk ki. Szóval meghúzták a feleségem, megjövítottuk az autót, és mondtam a, a hölgynek, hogy hogy volt sérülve, átküldtem a sérült fotót, hogy hogyan néz ki az autó sérülve. Semmi, ezért két autó. Nagyon fontos nekik, hogy tolató kamera, kihangosító és ülésvítés legyen az autóba. Mondtam, hogy kamera nincs, radar nincs, kihangosító van, üléshűtés van. De neki csak a gyári a megfelelő. Hát szerintem gyári, de megadom a telefonját a feleségemnek, és akkor beszéljen vele, mert ő ül a kocsiban minden nap, én egy évbe kétszer ülök bele. És a feleségem elmondta, hogy gyárja a kihangosító. Jó, visszahív a hölgyet, még a párjának is lennének meg kérdései, és akkor majd ő fölhív, nem csináljuk azt egyszerre. Amikor ott vannak egymás mellett, hívjanak föl. Jó, hát hogy a kamera, meg az ülésfűtés, meg a kihangosító. Mondom, van benne, igen, de hogy, de hogy nem gyári. Hát mondom, de gyári. én is elmondtam, hogy gyári, szerintem. Meg utána fölhívták a feleségemet, és a feleségem is elmondta, hogy gyári a kihangosító, és a, a De hogy kamera? Hát azt nem fog beletenni, nem fog egy gyári kamerát vásárolni a honda -ba. Egy tolató radart a villanyászon be tud tenni, hogyha gondolják 40 pár ezer forintért. Le ez festve színre szépen a kis szenzor. Annyit tudunk tenni. Jó, jó, jó. Eljöttek, megnézték az autót. Tetszik. Hát kár, hogy nem gyárja a kihangosító. Mi van? No megbeszéltük eddig kétszer, hogy gyári. Most is csak ezt a mondani, ott van. Ja, jó. Oké, elmentek. Akkor hívjam fel a villanyászomat, és tetessen bele én, aki a Toratoradart az autóba, mert nekem biztos olcsóban fogja megcsinálni, mint nekik. Mondtam miért dolgozna nekem kevesebb, ér ez nagyon sok emberben így van. Nekem nem fog kevesebbet mondani, amikor 42 ezer forintért megcsinálják, akkor nekem nem fogja megcsinálni 35 ér mert ugyanannyi dolgozott vele, mintha bárkinek csinálná az utcán. Mi is kifizetjük érte a teli Menjünk el autóklubba állapot felmérésre. Én már itt éreztem a bajt, nem, nem akartam nekik eladni a kocsit. Mondtam, hogy ne haragudjanak. Én két éve ülök ebbe az autóba. Tudom minden, nem megyek sehova. Tudom, hogy a kocsim jó. Én nem megyek sehova. Itt a telephelyen van egy szerviz, tőlünk független ott kérhetnek egy állapotfelmérést egy vizsgasoron átolják, lengési fék, minden lesz. Ennyit tudok tenni, ha jó, jó, ha nem jó, akkor nézzenek másik kocsit, aztán szaladgáljanak már a szervizbe. A dolog lényeg az az lett, hogy akkor a szerviznél maradtak, bementek, jönnek ki. Hát, az, ajtó nagyon eláll a sérült ajtó. Nézegettem, kinyitom, becsukom, Hát, valami nagyon minimális volt az ajtóban, de hát ez egy ajtóbeállítás kérdése, két csavart fel kell lazítani, visszahúzni, aztán annyi. De nem volt olyan égbe kiáltó dolog rajta. És akkor becsukom, hát bent jobban elállt. Hát, de most meg így áll el. Hát, de bent jobban elállt. Akkor az ajtó kilincsnél van egy ilyen műanyag takaró, ami a csavart egy csavart takar, nem volt ott, felhívom az asszonyt, hol van, keszüjtardóval kivettem, felpattintottam, tessék, kész van. A motor. Na mi van a motorral? 115 ezer futott, 18-as Honda motor, mi lenne vele? Hát hallgassam meg, fölnyitjuk a géptetőt. Hallod? Hallod? Most? Most? Nézek, hülyén, mit hallanak? Most? mert csettettek az injektorok, pici picit cicerektek, ennyi volt az összes zaj, amit lehetett hallani. Ott már nagyon szaladt a cipőm, fogtam, lelengedtem a géptetőt, mondta, hogy ne haragudjatok, én ezt a kocsit nem szeretném nektek eladni. Mi meg nem szeretném megvenni? Hát úgy nehéz is, ha nem adják el. Van az övevő, amikor a, a egyik huk, kuk, kuk, kukacosabb kérdés jön a másik után, hülyeségek, semmi kapaszkodunk, meg ilyen műanyag karcokba meg hasonlókba, el kell engedni. Ha te, mint magánszemély, találkozol ilyennel, aki, aki tényleg a KKN is egy csomót, és és amikor nézi a, a 8 éves autódat, vagy az 5 éves autódat, vagy egy 10 éves autódat, és azt hiszi, hogy az autószalomba van, el kell engedni. Törvényszerűen be fog következni az, hogy utána jön egy tök normális, aki megveszi az autót. Látja, hogy mi azt tudja, hogy használt autó, és ki fogja fizetni ebben az esetben is így volt. Állapot felmérés, menjünk a márka szervízbe. Nem megyünk. Befejeztük. Nincs több márka szervíz Tölt hauris tárolunk. Megbízás az egyik barátomnak volt az autója. A telephely előtt megy el a kocsi, pukkant egyet, tönkre ment benne az inverter. Jó, hív a Gabi, hogy ez van a kocsival, viszi a szerelőhöz, jön egy telefon, az Avulis érdekel bennünket, mondom az úrnak, hogy pont itt a telephely ment tönkre a kocsi, de már villamossági szerelőnél van, elmondtuk, hogy az inverter meghibásodott, és javítják az autót, de ő most jönne, ő most jönne, Elmondom, csak a szerelőnél tudja megnézni, és nem tudja kipróbálni. Elment, megnézte a szerelőnél, a szerelővel beszélt, elmondta neki, hogy mi a probléma, ki fogja javítani az autót, jó, tetszik az autó, érdekli, visszahívott. Menjünk a szervizbe. Mondtam, hogy nem szívesen megyünk a mert azt fogják mondani, hogy rá kell küldeni másfél millió forintot, hogy ki lehessen vele menni az utcára, és mondom, szét fogják fikázni az autót, és nem lesz semmi értelme. Ön meg, elfogtál, ön, ön meg itt áll az autó mellett, mi tudjuk, hogy jó volt bele valami 100 ezer kilométer épp, hogy mondom, mind a ketten látjuk, hogy szép az autó, de rommá lesz fikázva. Nem, 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 nem. Jó, oké, menjünk. Nagy nehezen beadtam a derekamat. Itt volt Újpesten a, a Toyota, nem kellett messzire menni gödölőről. Természetesen az autónak össze volt törve jobb oldala. Két elemen volt, két ajtón volt, egy réteg festék, de ez össze volt törve. Nyilván volt valami, de Szóhasználaton keresztül azért lehet pocskon is, és meg el lehet mondani a, a reális állapotot is. Kell rá négy betétek, kell 400 ezer. Az inverter biztos, hogy nem lett kicserélve, mert 1.300.000 forint az inverter. És mondtuk neki, hogy nem lett kicserélve az inverter, ez tényleg így van, hanem az inverternek egy részegysége meg lett javítva, bontott alkatrészből. És úgy tud itt lenni az autó, hogy ki van javítva, és működik. És, hogyha a te autód elmen, elromlana, akkor te se szaladnál be a töltába egy másik inverterért, egy újért, hanem te is megjavítottad volna, bontotta a katrészből. Az autó egyébként azóta is működik tökéletesen, ez már több, mint hát ilyen 7-8 hónapja volt. És működik az autó hibátlanul, aztán ott jött az ember, a a borsa mondta neki, hogy szóltunk előre, hogy le lesz fikázva az autó. Szóltunk. Le lett fikázva? Le. És miközben a borsa jött el, a munkafelvevő, vagy egy érték, a munkafelvevő jött utána, és mondta, hogy de egyébként nekünk van a használt autó kínálatunkban egy, egy ilyen Auris, és az, az tökéletes, és az, ott, ott, nincsenek, ott nincsenek ilyen problémák. Nyilván tökéletesen akarod adni. Az egyik... Állapot felmérő srác mondta, hogy ő dolgozott munkafelvőként egy márka szervizben. Náluk ki volt adva az utasítás, hogy ha bejön felmérés egy autó, akkor azt kell csinálni, a lehető legtöbb gyári alkatrészt ráírni az autóra, a lehető legtöbb munkaórát, hogy kijöjjön egy horror szám, és amikor a horror szám miatt elugrott az ügyfél, megijött, akkor át kell kísérni szépen, és a saját használt autó kínálatból el kell neki adni valamit, úgyhogy mi be is fejeztük a Márka Szejvző rohangálást, mert nem megyünk házhoz a pofonér. Állapot felmérés kapcsán, ugye nem értesz hozzá, felméröl a kérdés, hogy old meg, hogyan nézd át az autót, van ö, sok embernek olyan ismerőse, aki ért az autóhoz, vagy haverral, vagy gyerekkel, vagy valakivel elmegy, láttunk ebből is olyat, aki Vágta a kérdést, és vágtuk, hogy láttunk olyanokat, amikor igazából egy nem hozzáértő, hanem egy teljesen kutyajütő, aki össze-visszaolvasott az internetről mindenféle hülyeséget, és az a, a tudással ez jött el, és hoztotta az észt az ismerősének, és olyan baromságokat mondva, hogy hihetetlen. A legutóbbi esetnél pont itt uh, volt nálunk egy állapotfelmérő, egy másik autót vizsgált, és az ügyfelek is meg az állapot is hallotta a beszélgetéseket, hogy mellettük kettő autóval mi folyik. Az, ügyfelek, az, az, a másik ügyfél utána odajött hozzánk, hogy hát azért nektek se könnyű. <laughs> és amikor feltett az egyik ilyen rettenetes kérdését, akkor megkértem az állapot egy pillanatra én már ide is, és mondom, magyarázza már el. Elkezdtem mondani a mondókáját, de az ügyfélnek az ismerőse azonnal közbevágott, hogy ez nem úgy van, aztán mondta, jó, akkor ezt itt elengedte mit csináljon vele. Miért jó az neked, hogy elhívsz egy állapotfelmérőt? Azért jó, mert a márka olyan csillagászati összegekkel fognak dobározni, ő, 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 neki fönn van a logó a homlokzaton, ő a gyári óra, tudja mondani, és gyári alkatrészek árát, mert neki az a dolga, mert ő egy márka és azoknak az áraknak a feléér, harmadáért, ötödéért meg tudod venni ugyanazt az alkatrészt egy alkatrészboltban, tök mindegy melyikben hogy az internetről megrendeled. A beírod a Google-ba, állapot állapotfelmérés, föl fog jönni egy csomó ilyen cég, aki ezzel foglalkozik, hozzánk is ők jönnek, nem a mi érdekeinket képviselik, hanem a tiédet, mert te vagy a megrendelő, te fizetsz nekik. És azért, mert én mondom neki, szia Tibor, szia István, és így adom neki a kulcsot, az azért van, mert már tizedjére jön, és tudjuk egymás nevét, odaadom neki így a kulcsot, elmegy, bontakozzatok ki, meg az autót, kipróbálják, számítógépes diagnosztika van, van festék, vastagságmérés, és az a jó ebben, hogy én is láttam, mit csinálnak, mit mondanak, mert nem szoktam beleszólni, de néha elmegyek mellettük, és akkor hallom, hogy mit beszélnek, hogy Elmondja azt, amit én elmondok a roadmovie-ban, hogy itt parkolási sérülés van, Ez csak gitte lehet kijavítani, mert a sérülés jellegéből adódóan ez olyan, hogy nem lehet másképp megcsinálni. Tudják azt, több ezer autó megnézésén vannak túl, és tudják azt, hogy egy bizonyos típusnál, egy bizonyos évi körülbelül mi az az állapot, ami normálisnak, reálisnak, rossznak minősíthető. És mi az, amikor ne tököljél, hanem vedd meg, és ha ő azt mondja, hogy vedd meg, azt azért mondja, mert neki jó az, ha még kifizesz öt állapot felmérést neki, mert keresett még pénzt. De igazából ő a te érdekelet képviseli, amikor ott vannak, és egyik sem fog uh, fogja lekutyázni az autót, mert nincs érdeke, nem fogja az égbe dicsérni, mert nincs érdeke, és egyik, egyiket sem lehet megvenni. Ők is mondják, hogy volt már olyan a, a kereskedésekben, hogy akkor itt egy kis ötvenes, neked is jó lesz, beszélj az ügyfelet. Senki, hát a szakmai hitelét kockáztatja, onnantól tele, ez kiderül, tele lenne vele az internet, és vége lenne. És amikor arra kerül a sor, hogy milyen alkatrészek szükségesek az autóhoz, vagy milyen javítások várhatóak, akkor ők tudják, hogy mondjuk egy utángyártott alkatrész mennyibe kerül, mennyibe kerül mondjuk egy jazz vagy egy bármilyen autót körbefékezni, ha négy tárcsa betét kell, mert ha bemész a Merkel akkor azt fogják mondani, hogy egy 200 000, de igazából meg lehet venni, ha van kedvezmény, akkor 30-ból körbe tudsz fékezni egy ilyen autót. És azért a kettő szem nem ugyanaz. Tudják, hogy mi az, ami reális, egy ilyen autónál milyen ö, problémák lehetnek velük. Tehát nagyon nagy a típus ismeretük, nagyon sok autót néznek meg. A kereskedőnek vagy eladónak meg azért jó, mert nem kell elvinni a sehova. Hoznak aláfekvőt, mindegyiknél van, kiterítik, lefekszenek, lefekszenek a földre, bemennek az autó alá, megnézik az autót. Én nagyon örülök, hogy ők megjelentek a piacon, mert halál, korrektek tényleg mindegyik, aki nálunk volt. Van, aki kicsit lassú és hosszadalmas, de igazából még egyikkel se volt olyan jellegű probléma, hogy olyat mondtak volna bármelyik autóra, ami nem igaz. Mindenki éhes az információra, amikor autót akar venni, milyen típus hibák, stb. vannak, és ugye ilyenkor értelemszerűen eszébe jut az embernek a Facebook és a Facebook csoportok. Nagyon sok márka specifikus Facebook csoport van, ezeknek a csoportoknak van egy jellemzője, rajongótáboruk van, akik az adott márkát imádják. Itt azért a kapott információt illik fenntartásokkal kezelni, mert ugye a rajongásunk egy bizonyos típus iránt felírhatja annak a típusnak az esetleges szervízigényességét, vagy problémásságát, és egy Mini Cooper csoportban biztos azt fogják mondani, hogy az 1.6-os egy, Prince motor az nem is olyan rossz, pedig de. De, de viszont ezekben a csoportokban óriási, adatbázis van, megfelelő szerelők, akik ismerik a típust, alkatrészeket lehet venni, stb. stb. De, mint az egész Facebookot, ezt is nagyon-nagyon fenntartásokkal kell kezelni, különösen akkor, amikor egy-egy autó hirdetésről van szó, tehát mint valaki feltesz egy kérdést a csoportba, hogy itt van ez az autó, és akkor jönnek ott azonnal a hozzászólások, nem egy ilyenbe szaladtunk bele, Csabi barátom nem olyan régen árult egy, vagy nem tudom, hogy -e még egy Honda Accordot, be volt téve egy hirdetés, valaki ott kérdezett róla valamit, hogy tudja -e valaki, hogy milyen ez az autó. És na ott azonnal megjelent egy pár ember, aki elkezdte mondani, hogy a tető el van rohadva, ezért az ár ér, meg mit tudom én, és akkor ez így, meg úgy, meg ilyen szar, olyan szar. Na most itt van a videó, mert levideóztam az a tetőt, a gomi kédre, az a tetőablaknál egy picit így meg van vetemedve hullámos, ez volt a rohadás. Tehát mindig felté feltételes módban kell kezelni, sőt, amikor hirdetésekről beszélnek, ha valaki nem látta azt az autót, csak oda befeg valamit, azzal nem kell foglalkozni. Nagyon sok Facebook csoportban vannak ilyen kis kakasok, vagy nem tudom, ilyen vezérek, vagy nem tudom is hogyan fogalmazzak, néha ő az admin, néha nem, akik úgy kezelik a csoportot, mint a kis felső területüket, körbepisirik, és van egy-két olyan ember, aki feltétlenül érzi, hogy bármilyen téma van neki, oda kell hozzá befögnie valamit. És néha hülyeséget, csak ugye ez az ő kis teritoriuma, ezen a szemétdombon ő a kakas meg kell mutatni. Engem is volt olyan, amikor a Prius csoportból betalált valaki, mi utána olvassuk vissza a posztjait, hogy látta, hogy árulok egy Priust és akkor mondta ott a csoportba, hogy na majd most ő jól elmegy a becsületes Nepperhez és megnézi a, az autót. Fölhívott, mondtam, hogy hát nem leszek ott másnap, amikor ő jön, de persze, kollégám, mit lesz? Meg lehet nézni a kocsit. Még azt is elmondtam neki, hogy disznóvágásra megyek egy órakor, hogy amikor ő jön kettő órakor, akkor én már nem leszek ott. Na, eljött az úriember, megnézte a kocsit, megjelent a Prius csoportban a, a poszt, hogy Na, a nagy találkozás el, nem, a megbeszéltek ellenére a nagy találkozás nem jött össze, tehát így kezdte az ember már ilyen felütéssel, aminek az az alaphangja, hogy hát az ember megbízhatatlan, pedig azt is tudta, hogy disznóvágásra megyek, és előre megmondta, hogy nem leszek ott. Tehát ezzel már azt a, a hangulatot keltett, hogy Trovoger a csávó, az az én, utána elkezdte mondani, hogy nagyjából rendben van, de a bőr hátul ki van szakadva. Visszaértem a disznóvágásra, nézem a posztot, mi van? Mi van kiszakadva? Nézzük a borsával, nem találjuk a bőrülésen na, a, hibát. Megtaláltuk, a baloldali ajtókárpiton volt egy ilyen, hát egy ilyen 10 mm körüli hasadás, de ugye azt nem lehet azt mondani, hogy hát ott van egy pici hasadás, de ha azt írom, hogy a bőr hátul ki van szakadva, akkor már mindjárt az, hogy na ez egy kiszakadt üléses szar. Úgyhogy ott is volt egy ilyen hangulatkeltés, aztán mindjárt természetesen volt mellé egy segédmunkás is, aki szintén kijött megnézni az autót ugyanaznap, amikor ez az aktuális hangadó, és akkor ő is befegött oda a posztok alá, olyan hülyeséget, borzasztó, aztán ott kétszer írtam nekik, hogy jó van, itt úgy látom, valaki nagyon hangulatkeltésben van, ott is hagytam őket, de azonnal, tehát ilyenkor van egy, ennek a kiskakasnak, van egy rajongó tábor, aki ó, vezérünk, megmondta, jaj, köszönjük szépen, most már tudjuk, hogy hova ne, meg ilyenek, és ezer lájk, az tiszta hülyék, na mindegy. Szóval ez úgy, úgy, működik, mint egy ilyen szekta, hogy van a szekta vezér, és akkor van egy szívük rajongó tábor, aki csókolgatja a lába nyomát. Úgyhogy Érdemes kérdezni, típushibákról, stb. stb., de azt hogy konkrét hirdetéseket belinkelni és arra választ várni, azt nem nagyon érdemes ezeken a helyeken, legalábbis ez a tapasztalatom. Ha ott vagy az autó mellett, tuti, nagyon tetszik, nagyon jó, vagy már látod, és megbízol az eladóban, és látod a kocsi, hogy ez tényleg bombavétel, meg olyan az állapot, akkor nem szabad tökölni el fogják vinni, le fogsz maradni, és kezdheted az egész autó nézegetést előről a nulláról. Az állapotfelmérők is szokták mondani, hogy, hogy, van, amikor ők mondják az ügyfélnek, hogy uram, vegye meg, vegye meg, vegye meg, de hát ő még átgondolja, meg visszaszólok, mit tudom én. Tisztában vagyok azzal, hogy itt több millió forintról beszélgetünk az estek többségében, és itt több millió forintos döntést sokkal nehezebb meghozni, mint hogy vegyek-e telefontöltőt a telefonomhoz, vagy egy kábelt, vagy ne. De az van jelenleg, hogy a jó autót az pillanatok alatt viszik el, nagyon gyorsan. És ha jót találsz, akkor meg kell venni, akkor sok pénz, nem loptad, megdolgoztál érte, azt is tudom, hogy valakinek az 500 forintos, 500 forint is sok, mert nem egyformák az lehetőségeink, és mindenki az adott összegért szeretne a lehető legjobban járni, illetve a legkevésbé rosszul, de amikor a tuti mellett állsz, ne tökölj, elviszik. Lexus RX 400H, 120 ezer kilométer, gyári fény, 8 kerék, megszól az autó, karcmentes, Marha egy szerencsénk volt az autóval, kijön egy fiatalember, megnézi, nagyon szép, nagyon szép, hú, nagyon jó. Hát meggondolom, átgondolom, én nem tudom, holnap visszaszólok. Fél óra múlva, tényleg nem túlzok, fél óra múlva ott volt valaki. Kinyitotta az öt ajtót, körbeszaladta, és mondta, hogy kell. Öt perc innen nézte az autót. Látta, hogy mit talált. Itt a gyöngyszem, megvan a kohinor gyémánt, Hova keressek, majd lesz szebb, nagyobb. És kifizette az autót alkon nélkül, erre fél órára rá, fölhívott az előző ügyfél, hogy hát ő azóta ezen gondolkodik, és akkor kell az autó. Késő. És ez rendszeresen így van, hogyha nem is fél óra, egy órán belül, de fél nap, egy nap, két napon belül ezeket az autókat, ami így tökölődnek, azt mindig elszokták vinni. És amikor visszaszól az ügyfél, hogy akkor hát átgondolta és kell az autó, akkor jellemzően az a válasz, hogy de már elkelt. És hogy nem érdemes tökölni, ha nem tudtok megegyezni mondjuk árba, és van ilyen 50-100 forintos differencia, akkor nem úgy jön ezen, mert 50-100 forint úgyis van a be 3 millió forintnál, az, az egyik, a másik, hogy utána elkezded az egészet előről, elkezded gyerni a kereskedéseket, kifizetsz állapot felmérésre még majd 20-25 ezer forint per autó összegeket, és majd a tizedik autó lehet, hogy jó lesz. Lehet, hogy találsz egy ugyanolyat, vagy egyáltalán nem találsz ugyanolyat, mint amit kinéztél, és azt fogod verni a fejed, hogy 50 ezer forint és 100 miért nem vettem meg, miért vagyok ilyen hülye. Van úgy, hogy én is kivegyek Németországba, és megveszek egy autót alkú nélkül, pontosan azért, mert tudom, hogy most itt 100, 200, 300 eurón nem múlik. Nem fogok azért moslékot nézegetni, amikor nézhetek jót is. Remélem tudtam nektek segíteni ezzel a kis videóval. Sok szerencsét kívánok nektek, sok jó autót, jó áron és hamar kevés lukrafutással. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, sziasztok! Yeah. <laughs>